Budapest régen és most, hát gondolom ti is nagyon sokan láttatok már olyan képeket, ahol régi és új képek vannak, hát összemontázsolva, összeszerkesztve inkább. Képszerkesztővel. Dombóvári Márton fényképészül itt mellettem, és hát sziasztok. Az ő munkáját dicsérik ezek a képek. Úgyhogy gratulálok, hogyan kezdted el ezt, hogyan jött az ötletehez? Hát ez még 2013 közepe felé született, hogy valami hasonló jellegű képeket kellene csinálni. Külföldi példákat láttam, és az alapján gondolkoztam, hogy a végzettségemet egy picit kihasználom, ha már nem azon a területen dolgozom, így hobbi szinten. Először csak néhány képet, 5-6 képet csináltam, azokat nem töltöttem fel sehova, csak úgy magamnak. És amikor egy olyan jó 10-20 kép összegyűlt, akkor gondoltam, hogy ezt lehet, hogy meg kéne mutatni az internet közönségének, és akkor csináltam egy Facebook oldalt. Te mióta foglalkozol akkor pontosan fotózással? Hát fotózással jó pár éve, komolyabb szinten szintén 2012-13 környéken, amikor egy olyan jobb gépre szertettem. Értem, és akkor tehát tulajdonképpen már ez volt az első, hogy a régit és az újat így összehoz? Nem, várost fotóztam, illetve én urbanista jellegű képeket, tájképeket, és én mindig is szerettem Budapest történetét, illetve ezeket a régi fényképeket. És ugye megjelent ez a fortepan.hu nevezető oldal, ahol szabadon hozzáférhetőek ezek a régi fotók, viszonylag jó nagy felbontásban. Nézegettem ezeket is, gondoltam, jó ötlet lenne kipróbálni, hogy ezek a helyszínek manapság hogy néznek ki, illetve hogy mutatnának egy képen. Igen. Egyébként nagyon nekem pont ezek tetszenek, hogy nagyjából ezen a képen mondjuk annyira nem lehet látni, de ezen már nagyon, hogy nem úgy van csak összerakva, úgymond ez a két kép egymás mellé, hogy egy vonallal el van választva, hanem azért tényleg egybe folyik a múlt és a jelen. Hogy igen, ezért, igen? Itt is látszik, hogy például az új képből karaktereket átemeltem a régi környezetbe, itt talán izgalmasabb, meg újszerűbb. Igen. És itt is például ez igen. A Moszkva tér, ha jól látom, ugye? Igen. Itt is a régi meg az új járművek keverednek. Itt is, ugye itt meg... Ez mondjuk abból szempontból érdekes, hogy az alagút az régi, és amit látsz belőle kifelé, az már az új. Igen, igen, igen. Tehát azért ezen sokat kell gondolkozni, meg munkálkodni is, hiszen tehát egy ilyen összemontázsolás a milliméterről milliméterre történik. Hát úgy helyek közel, igen, aztán a képszerkesztés... vannak ugye olyan előnyei, hogy azért pár millimétert azért lehet csalni, azt össze lehet rakni a programon belül. De igen, azért meg kell találni azt a nézőpontot, ahol a régi kép is készült. Ehhez azért néha be kell mászni például lezárt teraszokra, ilyesmi, ahol, amik már ugye régen is megvoltak, viszont nem simán az utcáról készültek azok a képek, hanem mondjuk más pontokról. Ja igen, tehát ez is lett volna a következő kérdésem, hogy mennyi munkába telik az, hogy tényleg ugyanonnan fotóz le azokat, vagy majdnem ugyanolyan szögből fotóz le? Hát az egész úgy kezdődik, hogy keresek képeket, amik ilyen potenciális jelöltek, és majd megnézem a városban, hogy ezek közül melyiket lehet most is lefotózni, mennyire takarja ki ugye most a zöld környezet, esetleg más építmény, azt a szöget, ahonnan a régi fotó készült. Ilyenkor nagyjából mondjuk egy olyan 30% azonnal kiesik, mert felesleges lenne próbálkozni. A maradék helyszíneket meg ugye felrakom térképre, hogy melyik van hozzám éppen közel, melyikhez van kedvem. Kimegyek, és hát a helyszínen általában mondjuk képenként egy olyan 20-25 perc, fél óra, amíg úgy nagyjából megtalálom, a fényviszonyok is megfelelőek. Egy kicsit mesélni nekünk a Fortepanról, hiszen nem mindenki ismerheti ezt az oldalt. Hát ez egy ilyen jó nagy gyűjtemény, tudtam, már több mint 10 000 régi fénykép van rajta 1900-tól 1989-ig. Csúszkával lehet állítani rajta, hogy éppen melyik kort szeretnéd megnézni, be lehet írni keresőszavakat, kulcsszavakat, hogy mit dobjon ki akár utcanevek, épületek. És ezek ugye ebben vannak digitalizálva eredeti negatívok alapján, úgyhogy viszonylag nagy felbontású fényképek, lehet velük könnyen dolgozni, illetve elég részletesek. És akkor ugye te is innen ingyenesen töltöd le ezeket. Abszolút ingyenes, szabad felhasználású. Tehát akkor tulajdonképpen bárki foglalkozhat le ezzel. Tulajdonképpen igen. Aha. És neked mi a célod ezekkel a képekkel? Hát igazából szórakoztatni. Meg jó ezekbe a képekbe elmélyedni szerintem. Aha.
És magadat is szórakoztatod ezzel? Persze. Tehát tulajdonképpen... Készítés alatt is, meg után is, azért jó ezeket végignézni. Hát neked a polgári állásod nem ez, ha mondhatjuk nem, ezt? Nem, én a tömegközlekedésben dolgozom. Uh-huh. Hát akkor... Azért is egyébként látható több régi jármű is, igen, olyan jellegű képek. Igen, ezt is mondani akartam, hogy akkor úgymond te menet közben is fényképezgethetsz azért. Volt már rá példa többször, hogy nálam volt a gép, aha, és akkor, hogyha olyan helyen jártam, akkor csináltam fotót. Uh-huh. Hát igen, akkor ez mondjuk nagy előnnyel rendelkezel ilyen szemszögből. Vagy akár még az is, hogy akár a munkatársaidnak is odaadhatod ezeket a régi BKV-s képeket. Igen, ezért is készült ez a naptár. Igen. A munkahelyemre is vittem belőle. Itt van ez a naptár, és egészet tetted össze, ez egy 2015-ös naptár, hogyha jól látom, és itt szinte csak BKV-s, vagy hát ahol megjelenik a BKV. Hát az igazság, hogy régen a város 99%-ában voltak ilyen járművek, úgyhogy nem is nagyon egyszerű ezeket kikerülni. Mármint milyen járművek? Hát például a villamosok. Aha. Vagy például, ami most egy szupermarket, az régen trolibusz garázs volt. Uh-huh. Hmm. Igen, hát tök jól néznek ezek ki. Mennyi időt vesz igénybe körülbelül egy-egy kép elkészítése? Hát ugye maga a fénykép felvétel az utcán az egy olyan fél óra mondjuk. Leülök a gép elé egy olyan, hogy attól függ igazából, hogy mennyire részletes maga a kép, illetve mennyi minden van rajta. Volt olyan kép, amit egy óra alatt megcsináltam, volt, ami mondjuk 5-6 óra. És mik a visszhangok ezzel kapcsolatosan? Hát én úgy gondolom, hogy a többségnek tetszik. Uh-huh. Bővebben? Inkább pozitív kritikákat kaptam erről, sőt végre érkezett külföldről ráadásul megrendelés is, hogy a szobájafalát szeretné ilyen képpel díszíteni, és hogy csinálják neki. Uh-huh. Miért pont Budapestre esett a választás? Hát itt születtem, itt nőttem föl, úgyhogy uh-huh, mindig is budapesti voltam meg. Én szeretem ezt a várost, meg ahogy az elején is mondtam, a történetét. És ezekből a képekből azért sok minden leszűrhető, milyen változások történtek az évtizedek alatt. Hát ez biztosan persze. Esetleg, hogyha már ilyen igen sok mennyiségű kép összegyűlt, mert mennyire tartasz körülbelül? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem olyan 40-45, uh-huh, 50. Tervezel kiállítást már? Jó lenne egyszer. Uh-huh. Eddig még nem gondolkoztam rajta, de most lehet, hogy megpróbálok minden követ megmozgatni, hogy valahol egy ilyen uh-huh, kisebb tárlat összejöjjön. Biztosan összefog, hiszen elég népszerű, népszerűek a képeid. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Tervezek egy olyat összehozni ezen az oldalon belül, hogy kerületekre bontva, tehát minden kerületből, belvárosi kerületekből összehozni mondjuk 10-20 fotót ilyen jellegzetességekről, tehát ilyen tematikusan. Illetve régen csináltam próbát, ebből az sikeres volt, csak az nagyon időigényes, hogy régi fekete fehér képeket megcsinálni színesben. Tehát, hogy ugyanúgy képszerkesztőben. Kifesteni? Vagy? Igen. Aha. Csak hát az megint kutató munka, tehát, hogy azok a ruhák annó, hogy néztek ki, milyen színűek voltak, különböző használati tárgyak, hogy néztek ki színesben, de ugye azt a fekete-fehér képről nagyon nem lehet megtudni. És tehát ez komoly kutató munka, illetve maga a grafikai feladat is eléggé időigényes. Uh-huh. Tehát szerintem olyat is fogok csinálni, csak abban nem lesz ilyen sok kép. Uh-huh. Hát akkor kitartást kívánok neked, és sok időt, napi 48 órát pluszba. Hát munka mellett. Na hát ki tudja, igen, majd nem alszol maximum, vagy gyorsabban alszol. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget.